Szegő doktor már itt van, egészségügyi perceink következnek. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Itt van a mi kis doktorunk. Jó reggelt. Régen találkoztunk. Nem olyan kicsi, elég nagy. Azért mondtam így, mert vége van a nyárnak, egész nyáron nem láttuk, nem jött nekünk itt az egészségügyi percekkel, az egészségünk megőrzésével. Én találkoztam vele, izzadságról is beszéltünk, Hónai ügyben. De vagy Szabin volt? Akkor voltam Ciprus. Akkor voltam Ciprus. Na, komolyra fordítva a szót, lézeres vérsebészetről fogom beszélni. Ugye vannak olyan tünetek, betegségek, vagy inkább betegségek, aminek ugye a kezelését nem érdemes valamilyen évszakban csináltatni. Ugye? Igen, azt kell mondjam, hogy általában ugye a sebészeti jellegű beavatkozásoknak a nyár az nem igazán az évszaka. Tehát, hogyha egy mód van rá, akkor szeretjük egy kicsit akkor áttolni, amikor már nincsen annyira meleg. A lézeres érsebészetnél mondjuk az évszakok, hála jó Istennek, egy kicsit talán kevésbé befolyásolják a dolgot, mert ezeknek a beavatkozásnak a szövődmény rátája az abszolút baráti, tehát ezt előre nyáron is jó eséllyel tudjuk csinálni, de amikor eltelik a nyár, akkor aztán pláne neki lehet állni. Egy kis szépséghibája a dolognak, hogy azért az alsó végtagi viszérbetegségek azok, hogy amikor a meleg elmúlik, akkor a panaszokat is egy kicsit lazábbra veszik, és akkor a betegek úgy gondolják, hogy igen, hogy most már meg is gyógyultam, de nem, mert a következő nyárról ezek a panaszok megint elő fognak jönni, tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy áprilisig ennek lehet mondani, hogy csúcsszezonja lehet. Viszont nyáron kérnek időpontot, amikor mert hogy akkor fáj, igen, mert akkor fáj, mert csúnya, akkor görcsöl, mert akkor csúnya, akkor látványos. Én azon a párton vagyok inkább, hogy ezt oldjuk meg akkor, amikor még mondjuk kevésbé látványos, meg kevésbé okoz panaszt, és akkor nyárra már szép tud lenni. Csak akkor érdemes ezt csinálni, a viszérbeavatkozást, amikor az súlyos panaszokat okoz? Mit nevezünk súlyos panasznak? Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes téma. Benne van egy nagy halom szubjektívum. Tehát van, akinél itt inkább a lábnak a duzzadása okoz panaszt, van, akinek a látvány okoz inkább panaszt, és van egy olyan beteg csoport, akinél valóban a viszerek néha belögösödnek, begyulladnak, és akkor tényleg fájdalmassá válnak. Akkor ijesztő is lesz a dolog, mert a spektrumnak a legelején maradva indokolt, elfogadható, nem ciki érv, hogy nem tetszik? Pusztán nem tetszik? Ez igen. Igen. Tehát, hogyha valakinek egyébként semmi panasza nincsen, nem duzzad a lába, nincsen görcs, nincsen semmi, de mondjuk van egy nagy únyi vastagságú viszér a lábán, amitől szeretne megszabadulni, attól meg lehet szabadítani ezzel mert az eljárással viszonylag egyszerűen. Ezért elhajtották régen a nőket, hogy ezzel még nincs baj, jöjjön vissza 10 év múlva. Hát az egy nagyobb beavatkozás volt. Tehát azért amikor a sebészeti osztályos megoldásáról beszélünk ennek az egésznek, azért az egy sokkal nagyobb volumenű beavatkozás, mint hogyha ugyanezt lézerrel meg katéterrel oldanánk. De miközben a nézőink már tökéletesen látják ennek a beavatkozásnak a menetét, mondjuk is el doktor úr azt, hogy egészen elképesztő egyébként egy három dimenzióban nézni meg animációval, hogy milyen ez a típusú beavatkozás önöknél. Én személy szerint nagyon szeretem ezt a beavatkozást, ez egy nagyon szép beavatkozás. Minden nap megcsináltak nyilván saját magán. Tehát minden nap megcsinálja ötször. Amúgy egyébként, hogyha ez nekem valamikor majd a jövőben probléma, ez gondolkodás nélkül ezt a módszert fogom választani. A beavatkozás maga arról szól, hogy a tágult vénákat miután az énsebész szépen föltérképezte, utána egy katéterre kezeljük meg úgy, hogy bevezetjük ezt a katétert a tágult vénaszakaszba, és miután megfelelően pozícionáltuk ezt a katétert, egy lézersugárzó forrás bekapcsolunk rajta, és az a fényforrás lesz az, ami majd a vénafalat szépen ott elintézi helyben, miközben a kolléga húzza kifelé az a katétert. Elintézi ott helyben, az mit jelent? Égeti ezeket a viszereket? Hogy elroncsolja a viszérnek a falát. Tehát fizikailag nem távolítjuk el, ez nem egy olyan műtét, mint mondjuk a kórházi beavatkozás, amikor kirántják, kitépik ezt az egészet. Ezt ott helyben mondjuk, hogy vérvezetése alkalmatlanná tesszük. Gyakorlatilag feleslegessé tesszük a szervezet számára, és az, ami felesleges, az előbb-utóbb felszívódik. Tehát ez a véna is így gyakorlatilag egy heges csíkot, hogy maga utána a bőr alatt, és egyébként pedig eltűnik. Ez így elmondva a prózában nagyon egyszerűnek tűnik, de akkor ez gyors eljárás egyébként? Ez nagyon gyors, ez úgy néz ki, hogy a beteg bejön, és 45 perc múlva egy fásival a lábán gyakorlatilag távozik az intézetbe. De attól függ, hogy mennyi visszérről van szó. 45 perc.
Tehát itt nem, ez nem egy elnyújtott, nem egy elhúzott valami, ehhez nem kell altatni, ehhez nem kell igazándiból anesteziológus biztosítani semmit. Sok viszérnek az eltüntetése, az nem lehet 45 perc. Sok viszér, hát azokat a viszéreket távolítja ilyenkor el az érsebész kollega, amit érdemes. Ugye a lézernél elsősorban a főtörzsről beszélünk, ami az alsó végtag belső felszínén halad, azt lézerrel oldja meg a kollega, a többit, az pedig más eljárása, hogyha ha a viszérnek a státusza engedi, meg szükségessé teszi. Igen, ugye nekem ez nem lenne kötelességem elmondani, mert ugye ez az én jogom, vagy hogy mondják, ez titokta. Nem, majd te megmondod. De a lényeg az, hogy nekem is van viszerem. Az én privát szférám. Nem ez a megfelelő képzés. Itt a lábszáramon, én ezt nemrég vettem észre egyébként, de ez hol erősebben, hol kevésbé ez látszik. Ez így szokott lenni, igen. Alapvetően, hogyha nekem ez nem fáj, akkor is esztétikailag sem zavar. Azért meg kell nézni, hogy a folytatásában mi van. Tehát az, hogyha valakinek az alsó végtag belső oldalán elkezd... Tulajdonképpen ott a klinikán jól megvizsgálná, és azt mondaná, hogy Robert... Ez a jéghegy csúcsa, Robert. Ha azt látjuk, hogy egy viszérnél azok a billentyűk, amik egyenirányúsítanák a véráramlást a viszéren belül, tönkre vannak menve, illetve az a billentyű, ami a mély és felszínes vénás rendszer összeömlésénél tönkre megy, akkor onnantól kezdve a vérnek hát úgymond szabad folyása van, és hogyha az ember mondjuk sokat van függőlegesben, és még testmagassága is van, akkor egyre nagyobb és nagyobb folyadékoszlop nyomja ezeknek a vénáknak a falát, és ezek törvényszerűen tovább tágulnak. Van-e ellenindikációja, vagy szövődménye ennek? Már most azt érzem, hogy tágul, feszül. Rögtön észrevetted. Mindenben van egy kis pszichoszomatikus hatás, ez így van. Ellenjavallata az igazándiból nagyon nincsen. Tehát nagyot hibázni nem lehet. Nagyot hibázni ezzel nem lehet, hogyha a véna alkalmas arra, hogy ezzel a lézerrel eltávolítsák, akkor el fogja. Most azzal kezdtük szegőről ugye a beszélgetést, hogy a nyár nem kedvez ilyen típusú beavatkozásnak. Innentől kezdve viszont, hogy megjött a szeptember, vagy belementünk a szeptemberbe, mondhatjuk a verset, hogy vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak, lehet menni a szegőjékhez, ugye? Lehet menni az orvosi intézetbe, és itt mindenkit megszabadítunk a vénájától, aki szeretne. Na, de komolyra fordítva a szót, van-e bármiféle kizárók, ami nem teszi ezt lehetővé? Ezt ezek speciális dolgok, hogyha ultrahanggal olyan látszik, ami miatt mondjuk ez nem kivitelezhető, tehát mondjuk az a véna elve nem átjárható mondjuk katéter számára, akkor például nem tudjuk megcsinálni. De ez ezek ritka. A dolgok, ez nagyon ritka, akut viszérgyulladásban nem szeretjük megcsinálni például, de ezek a dolgok, ezek vissza tudnak fordulni idővel, tehát mert ezek a kontraindikációk, ezek általában relatívak, és nem véglegesek. Tehát nem ilyen mechanikus vizsgálatot nézik meg, hanem akkor van ez az ultrahang, és akkor az végig vizsgálják. Pontosan, igen. Korosztály, nem. Nincs se korosztályhoz, semmi ilyesmihez nincsen kötve. Praktikusan az igénynek kell megjelennie, hogy ettől a viszértől szeretne megszabadulni az illető. És tényleg innentől kezdve egy fájdalommentes beavatkozással nagyon-nagyon rövid idő alatt járóbetegként ezt el tudjuk mennyi intézni. Idő után lehet egy ilyen műtét után újra teljes értékű életet élni, például sportolni? Van egy bizonyos idő, ez körülbelül egy hét, amíg mindenféleképpen fásit kell hordani, de hogyha ezt a fásit az ember leveszi, és a véna tényleg egy kötőszövetes csíkká alakul, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag bármit lehet csinálni. Azért milyen jó, nem, hogy az orvostudomány, és ez mondjuk, ez semmi tulajdonképpen az orvostudomány vívmányaihoz képest. Már nem ez? Hogy hát ez azért egy elég nagy vívmány. Tudom, de most ha nézzük, hogy korábban hogy nézett ki ez a történet, akkor ahhoz képest ez egy hatalmas jó, most lépés. Úgy értettem, csak hogy nem engedte, hogy kifejtsem, hogy elveszíti valaki valamilyen végtagját, vagy baleset, és azt visszavarják, ugyanúgy tudod használni. Mondjuk az már elég régóta működik. Mert az jó, akkor tudja mit? Akkor tudja mit? Ez egy frissebb vívmány. Akkor ez sokkal fontosabb. Na, Szegő úr, köszönjük szépen, hogy itt volt, és jöjjön máskor is. Köszönöm. Egész. A műsor támogatója az Orvosintézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.